sem kritikálhatsz, és vegyél magukat. Ala pedig jobb kezében 7 csillag. Szájában 2 éve éles volt, jó aki. Jobb kezében 7 csillag. Kiderül, hogy ezek a csillagok gyülekezet angyalai, a gyülekezet vezetői. Én is tartja kezébe a gyülekezet vezetőit. Már aki itt kegyben tart. Nagyon kevés lelki pásztorat tart kegyben Jézus. Nagyon kevés. És a bölcskények örülni kell, hogy olyan lelki pásztort kaptak, aki az ébredést akarja. És amiben segíteni kell, mellé kell állni. Mert könnyű bírálni embereket. Könnyű. És én is kapálkozó tudok bírálni. Én kapálkozó tudok bírálni. De mi szükség van rá, és mit építek vele? Szóval jobb kezében 7 csillag. Tehát kívánom, hogy a gyülekezeteknek a vezetői Krisztus kezében maradjanak. A csillagok ott vannak az ő kezében. De Jakab ír olyan, hogy tényleg csillagok. A csillagok az angyalokat is ugyanint az ige ott az új szövetségben, hogy elhagyták a lakóhelyük. Elváltottak Istenemnek, elhagytak a lakóhelyét, az angyalok. Az angyalok harmad részét magába ragadta a sátán, amikor Lucifert elváltott. És megvannak ezek a tévelyek csillagok most is. Most is sokan tévelyeknek. Bibliát olvasnak és tévelyeknek testvérek. Bibliát olvasnak, imádkoznak. Egész éjszakát átlanak az átisztőt éveit. Vártunk ide egy tanítónőt. És van egy bánat, és nem tudja vetenni, nem bűzsel kell. Egész, már 2 hetet, persze, a fejlődött, és mindig. Ott, hagyd mondjam, hogy ott pisiskedett, és képtelen volt eljönni ide. Képtelen volt eljönni. De annyit imádkozik, meg annyit olvas az igére, küldi nekem az igét. Tényleg egy csillagok, akiknek az örökösödésével fenntartva, már nem ennek a hölgynek, hanem az igen mondja ottan, hogy tényleg egy csillagok, az örökösödésével fenntartva. Mikor pedig láttam, hogy leesél a lábaival, mint egy volt. Nem csodálom, még is leesél. Egy ilyen alakot látni, képzeljük el, sok ugye zúgását megfordulok, hogy így eljutott a között, hogy jár, ez a olyan az, mint a nap, fehér a feje, haja. Hogy nem, verség lábaihoz, de egy holt. Ebben van egy tanítás, az, hogy az Úrhoz úgy kell viszonyulni, hogy lehessen bennünk a bűnös ember, az ember. Amikor Pál apostol leesett a Damaszkusz az úton, akkor összetört benne az ember rögtön. Olyan esés volt, hogy nem tud kihevelni az ember. Nem tudta kihevelni. Találkozott Jézus Krisztussal. És én is, amikor találkoztam Jézus Krisztussal, akkor nem tudtam kihevelni. A tűzláng szemekkel leeltekintett. Az örök fogságába jött. Azt mondja, olyan szép, azt mondja, és Reán Petér, hogy jobb kezét mondtál, ne félj. Hát ezzel állat a mi Urunk szívében. Ezt mondja neked, ne félj. Nincsen semmi baj. Szeretlek. Szépen, a mindenható Isten. Ne félj. Én vagyok az első és utolsó.
Hát testvérek, a bűneinkkel kapcsolatban, nem a bűneink az első és az utolsó, nem a bűneink hiasztott. Az első és az utolsó szó a kegyelmes Istenemnek. És az utolsó szó az, hogy kegyelmet ad neked, hogy szeretnéket, a hiszemben. Ez nagyon fontos, hogy én vagyok az első és az utolsó. Nincs előttem senki és semmi, és utána sem senki. Nincs előttem. Én kegyelmes vagyok, és irgalmas vagyok. Amiket láttál, írd meg, hogy ezek után lesznek. Hét csillagot kellettem, én láttál az életemben a hét aranygyereket tartott. A hét csillag, a hét gyülekezet angyala. És amely hét gyereket láttál, az a hét gyülekezet. Testvérek, most feltettek egy kérdést, hogy miért van gyülekezet? Miért van bölcsén gyülekezet? Miért van? Istennek célja van ezzel a községgel, ezzel a faluval, ezzel a néppel. De másképp már egy megszűnt. Mi a célja? Hát azt, hogy minél több megfélt hívő lelkekkel töltse meg a gyülekezetét. A show és világosság. Világítson a faluba, hogy lássák meg a falu, hogy itt élő gyülekezet van, és vonza magához. Hogy ne asszony fel. Megkívánja más is. Mert nekünk kell olyan maguknak lennünk, hogy az más ember is megkívánja, hogy igen, és én is bemegyek, mert jó itt lenni. Tehát azt lássam, hogy örülő, boldog vagyok, és ez csak egy helyről mondhatom. Tehát ezt úgy elszólni, ezeket az úrhoz vezesse. Mit tartok egyenmi? Világítson, ugye? Világítson. Mint ahogy a tizedes mondta a dörtön, hogy mi de? Van olyan. Világított olyan. Igen. Tehát van egy célra a gyülekezetét, ugye? Egy célra. Tudja ezt a gyülekezetet a célra van? Igen. Hogy akik már megvannak térve, hívők, azoknak legyen egy közössége, ugye ez egyik cél. Másik cél pedig az, hogy dicsőítse azon a gyülekezetet, magasztalítse, dicsőítse Istent. Ezért kell sokat énekelni, mert imádság, szájos imádság az éneklés. És most mondok egy vadat, de ez igaz lesz. Azért van bölcsén gyülekezet, hívjuk, hogy az egész falu térjen meg. Ezeket azért tegyük az Isten, hogy a falu térítsétek meg. És egy helyen, most nem lelátó gondolok, hanem az a gyülekezetre, amely távol van, ma a néblegesen ide tartozik, az a küszködik, hogy eljön karácsonykor a templomba, eljön el, húsvétkor, eljön el. Konfirmáljon gyereknek, konfirmáljon. Templom első ünne, templom első ünne. Szóval itt tart a névleges ünnepet. Nagyon nehéz helyzet ez. És szeretem Jézus valaki, aki kimondítja a gyertet a helyéből. Vagy már nem kimondítja az állapot? Olyan félelmetesek, ezek kérdéseken felmerülnek, és nagyon meg kell alátszódnunk az Úr előtt, és nagyon kell engedelmeskedni. Nem, én magam se láttam át a gyülekezetemnek a dolgait, hanem csak, hogy ami spontán, jól elismerte, csináltam.
De nem volt, nem tanítottak meg a teológiának, de nem foglalkoztak, hogy gyülekezet látása legyen. Gyülekezeti munkagyernek le kellett adni, mindig lemásoltuk a tavalyit, aztán beadtuk. Nem is foglalkoztak vele. Csak bepecsételték, visszaadták. Először azért kellett a gyülekezeti munkagyernek adni, később megtudtam, mert a kommunista államban ellenőrizték, hogy én például beírtam azt, hogy evangelizációt tartunk, egy ifjúsági összegyűjtött konferenciát, munkaterve. És a megyei rendőrségtől kaptam behívót. És az esküves mondta, hogy mit akartam, mit jelent ez? Hát így álltunk. Így álltunk. Nem voltunk tanítva, és olvastam ezt a Rick Warrennek a célzatos gyülekezet. Amerikában van ez, négy fővel indult, vagy hat fővel, és 30 ezer vannak, most 32 ezer vannak gyülekezetben. Minden gyülekezetben volt, úgy vettek fel, hogy elmondták nekik, hogy a gyülekezetnek van egy célja. És elmondták a célot. Nem egy célja van, a cél. Öt célja van gyülekezetben. Az övéknek vagy öt célra foglalkozták meg, és aki azonosult a célokat, felvették a gyülekezetben. És nem csak úgy, hogy elmérkedünk, hogy miért szeretnénk ezt csinálni, aztán nem csinálnak semmit se, hanem azt írták le, amit csinál a gyülekezet. Komolyan vették azt, amit leírtak, hogy mi a cél. Mindenkire átbeszélték, megkonfirmálták a tagokat. Hát, testvérek. Ennyit kívántam elmondani, mert megnézem, hogy érzetem be, van-e még valami, mert nem akarok kívánni, csak volt. Azt mondja, igen, Jézus, hogy én halott voltam, és sem élek. Örülök, örülök, én. Testvérek,
parancsolatban is, hogy így az ige, hogy örök-örökké fogunk élni. És ha Jézus azt mondja, hogy örök-örökké, hát mindig, és ne rám is ezt mondja, hogy örök-örökké fogunk nála lakni, akkor régnéni fogunk nála. Hát, ne tészelődjük, kérdezzélek, ne musuljatok, ne musuljunk, mert örökké fogunk élni. Ez így igaz. Örökké fogunk élni, mi aki szeretjük az Urat. Engedelmeskedünk neki, mindenben engedelmeskedünk, mindenben. A megtérésnek ez a lényeg, hogy mindenben engedelmeskedünk. A 144 ezerről van írva, hogy követik a bárhány akárhol amely, bárhol amely. Követik a bárhány, bárhol amely. Ezért vannak Isten király szék előtt. Jöttek látogatni. De az ő látogatása nincs bejelentve. Lehet, hogy volt már itt, és megmondított a gyertartót. Nem tudom, félek, hogy így volt. Úgyhogy legyünk igazak testvérek. Tartsunk ki a bűnbánatban, és az Úr iránti szeretetben. Én azt mondom, hogy imádkozzunk mindjárt, de röviden imádkozzunk, jó? Röviden. És ne csak úgy imádkozzunk, hogy most a párkod imádkozzunk, hanem ha megszólított téged az ige, arra válaszoljál. Válaszoljál Istennek, aki megszólított téged. Úr Jézus, én arra kérlek téged, hogy te add az én életembe a bűnbánatnak a lelkét, te mutasd meg, hogy mi az, ami nem kedves az életemben neked, és add, hogy én azt le tudjam tenni a te lábaid elé, és megszabadulva a bűneimtől tudjalak téged a helyemen szolgálni. Amen. Édes Istenem, sajnos, hogy így került az életünkbe, hogy az én házam személyigazolványilag Malocsánban, itt élek a férjemmel, de én úgy érzem, hogy én itt is református vagyok. Én itt is református vagyok, és szeretnék segíteni, hogy minden többen legyünk a templomba. Drága én Istenem, nagyon szépen kérlek erre. Jézus Krisztus Urunk által köszönöm szépen, hogy meghallgatsz engem, amen. Hálát adok, Uram, és dicsőítem a te nevedet, és kérlek, hogy a gyülekezetemet erősítsd, és ne hozítsd el a gyertyatartót, Uram, és kérlek, hogy minél több élek térjen meg hozzá, és tudjunk világítani, hogy érdeképek legyünk, hogy minél többen jöhessenek ide a templomba, te hozzá, mert nagyon fontos, hogy az emberek megtérjenek, és ne a popot választák. Drága Úr Jézus, arra kérlek, segíts nekem, hogy a helyemen álljak mindig, hogy onnan el ne mozduljak, el ne kóboroljak tévutakra, hanem álljak ott, ahová helyeztél, és szolgáljalak ott, ahová helyeztél. Amen. Bízolj rám, és én azt elfogadom. Uram, kérlek, hogy mindig a te akaratod érvényesüljön. Tedd azt az életemmel, amit te akarsz, tégyen te alázatossá, hogy mindig úgy szolgálja a téged, ahogy ezt te kívánod. Hálát adok, Uram, az egyházamért, a lelkészekért.
Hálát adok most az evangelizációért, az elhangzottakért, mert általa épülhetünk. Drágaim, édeseken, imádkozom azokért az emberekért, akik nem lettek itt, nem lehettek itt, akik nem jelentek meg. Imádkozom a presbitériumért, imádkozom azokért az emberekért, akik még nem látták a te drága szent lelkedet, nem tudják, hogy milyen jó veled együtt élni, és csak te veled érdemes együtt lépni egyet is. Drága Atyám, kérlek, ahogy idáig is legyen gondod rám, és használj minket a te szolgálatodra. Áldalak és magasztalak téged most is mindörökké. Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy helyemre állítottál engem is. Köszönöm a csodálatos gyógyulást a hosszú gyötrelmes élet után. Köszönöm, hogy megmutattad, mi a feladatom, és ezáltal boldog lehetek, boldog gyermeked lehetek. Téged dicsérhetlek, magasztalhatlak. Szeretnélek életem végéig téged szolgálni. Segítsen be nekem és mindannyiunknak. Amen. Szép éneket akarnak énekelni, hogyha jól sejtem, a testvérek. Azt, amit már énekeltünk, igen. És a templomban is, azért, mert olyan szép ének, hogy kifejező, és jó, ha minél többet valljuk, minél többször valljuk. Drága kincsem van nekem, a szépség az remény, hogy nyitva számomra menj, s örökre élek én. Megváltom ingyen adta ezt, ajándékul nekem, s ez biztatózik bátorít, keskenyös lényemen. E kincset úgy jutottam, hogy bűnnek meleg halé, és élek többé már nem az, aki elég valé. Újjá születtem, Jézusom, adott egy új szívet, s e szívben él a hit remény, s az égi szeretet. A bűnnek nincs hatalma már, testem földbe száll, de én élek tovább. S a mennyben Isten ad nekem sokkal dicsőbb ruhát. A bárány értem szenvedett, sok fény között a fán. Kiontva vérré bűnömért, meghalt a Golgotán. Köszönjük. És akkor közösen is énekeljünk egyet, az áldott legyen a mi Urunk.
mutatja, hogy kell mutogatni akkor, jó? Hát a gyerekekkel így szoktunk, de... Nem baj, hát sok gyermek van itt most éppen. És is gyermekei vagyunk. Áldott legyen a mi Urunk! Áldott legyen a mi Urunk! Áldott legyen a mi Urunk! Örökké! Áldott legyen a mi Urunk! Áldott legyen a mi Urunk! Áldott legyen a mi Urunk! Örökké! Az ő neve Bibliaórákra, tornaórának. Lehet, utána kísérlete vagy a nélkül is, igen. Jó. Testvérek, akkor 9-kor kezdődik holnap az alkalomsorozat, ahogy a héten minden napon. 11 órakor egy különleges alkalmunk lesz, mert a Szabadföldtől egy újságíró látogat meg bennünket, és fényképeket fog készíteni, riportot, stb., ami majd meg fog jelenni az újságba. Úgyhogy úgy készüljünk és hívogassunk ugye másokat is a bizonyságtétel órájára, mert 11-től van a bizonyságtétel, az énekblokk és az imablokk. Ugye ez egybe így szokott 11-től lenni. Úgyhogy imádkozzunk az alkalomért továbbra is. Nagy öröm számunkra mindenki, aki itt volt, minden egyes ember, különböző településekről is, akik érkeztek, és akkor jó utat kívánunk hazafelé. Nem muszáj még elsietni, még itt tudunk beszélgetni a folyosón, akinek van rá ideje. Volna színes emlékszős. Emlékszős. Azt mondtam, hogy igen, és itt lesz az ünnep is, ráadásul, úgyhogy... Mi lesz az ebéd, Marika? Ebédre meg! Marika!